Masszív rakétatámadást hajtott végre manőverező robotrepülőgépekkel az Egyesült Államok pénteken hajnalban a szíriai Homs egyik légibázisa ellen. A lépés megtorlása a keddi feltételezett vegyi fegyvertámadásért, amelynek elkövetésével a damaszkuszi rezsimet vádolják, közölték amerikai tisztségviselők. A szíriai polgárháború kezdete óta ez volt az első eset, hogy az amerikai haderő közvetlen támadást hajtott végre Bashar al-Assad elnök rendszer ellen. Ez a bombázás volt Donald Trump legkomolyabb katonai intézkedése januári hivatalba lépése óta. Az amerikai elnök kijelentette, kudarcot vallottak az évek óta tartó kísérletek Assad hozzáállásának megváltoztatására, és szerinte vitathatatlan, hogy a kormányerők vegyi fegyvereket vetettek be. A szíriai mészárlásnak és vérontásnak véget kell vetni, és ebben az összes civilizált országnak segítenie kell, szólított fel az amerikai elnök.